Sziasztok! A mai videóban ismét egy pulcsi mintát szeretnék nektek bemutatni, de egy kicsit extrázva. Az első dolog az lesz, hogy kettő egyenlő csíkot fogok ezüst royal géllel húzni. Mégpedig nulla long ecsetet használok. És húzok egy csíkot felőre, a köröm ágyhoz végül is. Így meghúztam az egyik csíkot, a másik csíkot pedig ugyanígy fogom meghúzni, csak kicsit lejjebb. De igyekszem ugyanezt az ívet megtartani. Így. Majd pedig ezt megköttetem. Addig pedig előkészítem a második részét, ami egy nyomdázás lesz, mégpedig fehér színnel. Lámpát egy kicsit kiviszom a képből, és ezt a mintát fogjuk használni. Első körben a nyomdalemezemet áttörlöm. És áttörlöm egy szárazzal is. Fehér nyomdalakot fogok hozzá használni. Jó, meg is ködött. Utána pedig ezt a kis masnit fogom rányomdázni. A fölösleget leszedem körülötte. És szépen benyomom körülbelül középre. Jó, itt kicsit lassú voltam, de sem probléma. Fogom, letörlöm, és mutatom újra. Most pedig próbálom kicsit gyorsabban leszedni, csak gondolom, mutogatom nektek, de akkor annyira nem fogom. Gyorsan leszedem. És már nyomom is rá a tippemre. Így. Majd pedig ezt a kis részt én ki fogom tölteni egy fedővel, egy fixálásmentes fedővel. Ehhez fogom azt a kis nulla sortecsetet, amit másra nem használok. És első körben így magával az ecsettel, utána pedig a maradék részt, azt a kis ecsetemmel fogom eligazgatni. Szépen miután elterítettem, utána beteszem és kiköttetem. Egyébként ez matton is nagyon jól néz ki, megmutatom nektek azt is. Most itt láthatjátok, hogy fényesen milyen. És egy
pillanat alatt megmutatom nektek. Nyomtat is újra kell csinálni. Szeretném megmutatni, hogy milyen jól néz ki matton is. Úgyhogy újra nyomjuk a mintát. Hogy lássátok. Hol a stemperem? Jó. Na, ezt most jól elraktam. Gyorsan rá is nyomom, mielőtt megszárad. A felesleget pedig fogom és letörlöm. És most egy matt fedőt fogok. És szépen lefedem vele ezt a részt. Így. Majd pedig beteszem és kiköttetem. Utána pedig jöhet a pulcsi minta, ami színazonos lesz az alapunkkal. Az alap egyébként a Silkernek a 240-es színe, és úgy fogok színazonos csinálni, hogy először ebből a színből rakok ki egy keveset ide erre a kis keverőre. Utána pedig fogok egy fehér Royal krémet, veszek ki belőle az ecsetemmel, még egy kicsit veszek ki belőle, körülbelül ezt is ilyen fele-fele arányba szoktam elkeverni. Vigyázzatok arra, hogy az ecseteteket nehogy ezzel a keverkedéssel tönkre tegyétek, inkább akkor használjátok egy pontozótűt, vagy pedig mindig ecsetszállal megegyezően keverjetek. Jó, majd pedig miután megszáradt, megkötött, így néz ki. Miután megkötött a mintánk, utána szépen fogom, és ezt a részt kitöltöm ezzel az anyaggal pulcsi mintába. Egy csík. Kettő csík. Ez a harmadik csík. Mindig figyelek, hogy az egymás követő csíkok ellenkezőek legyenek. Szóval, hogy itt volt ez, utána akkor itt kezdem, és az előtte lévővel pedig megegyezik. Azt kiszedtem, és már az utolsó csíknál tartok. És miután ezzel végeztem, egy fehér csillogó porcelán porral be fogom szórni a pulcsi részt, és kiköttetem. Ez egy picikét talán időigényesebb minta, de szerintem abszolút megéri, és abszolút látványos, és nem bonyolult, annak ellenére, hogy látványos. Majd miután kikötött az anyag, lesöpörjük, és kész is vagyunk a mintánkkal. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó.
Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!